Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Ez a Kanizsa TV híradója december 18-án, kedden. Nézzük először fontosabb híreinket, röviden. Egy hián 20. Bemutatták a Kanizsai Antológia legújabb, 19. kötetét. Elképesztő fejlődés. 40 éve gyógyít az alakarosi víz. Évzáró. A KVSE vezetősége és edzői megválasztották a korosztályok idei legjobbjait. Most pedig a részletek és további híreink. Bemutatták a Kanizsai Antológia 19. kötetét. A könyvben 48 szerző alkotásai, versek, prózák, tanulmányok és grafikák szerepelnek. Bolya és tanulók műsorával kezdődött a legújabb Kanizsai Antológia kötet bemutatója, majd Balogh László, a Humán Bizottság elnöke köszöntötte a szerzőket és az érdeklődőket. Rendületlenül hihetünk abban, hogy Dombországban, Dél-Zalában, mondjuk úgy, hogy Zalapatak alján bőven teremnek és teremtenek a múzsák. A 19. kötetben csaknem 500-an szerepelnek. A szerkesztők zömében irodalmi vagy tudományos igénnyel megírt szövegeket válogattak be, de a könyvben képzőművészek grafikái is helyet kaptak. A tanulmány az mindig erős, a próza most szerintem nagyon erős. Kicsit a költészetben vannak hiátusok, de az még mindig is hullámzó volt, mert ott viszont az igazi tehetségek azok tényleg átmentek a netre a fiatalok közül, az időseknek a alkotárja nem egyforma. Tehát egyiképpen van, másképpen nincs olyan jó anyaguk. Ez a hullámzás az itt is látszik, de azért nem akarjuk elengedni a kezüket. A Kanizsai Antológiában évről évre, vagy most először publikáló alkotók számára a kötet közös platformot, a kötet bemutató pedig közösségi találkozó helyet jelent. Egy évtized átvettük a szerkesztői munkálatokat, akkor nagyon sokaknak az első megjelenési lehetőség volt. Azóta a résztvevőknek a döntő többsége önálló kötetekkel jelentkezett, ami azt jelenti, hogy az antológia sokaknak egyfajta ugródeszka, megjelenési lehetőség, utána önbizalmat nyernek tőle, és hát menedzselik önmagukat azáltal, hogy megjelentetik a kötetüket. A Halis István Városi Könyvtár által meghirdetett Pékpál emlékév okán a 10 évvel ezelőtt elhunyt költőnek, irodalomkritikusnak, tanárnak is emléket állít a 19. kötet, hiszen a borítón az ő arcképe látható, valamint a könyvbe bekerült az Utazás című versének kézirata is. 4 évtizede gyógyít Zalakaros vize. A település gyógyhelyi és a fürdő gyógyfürdővé nyilvánításának 40. évfordulóját ünnepelték ma a fürdővárosban. Az eseményen elhangzott, a fejlesztések a jövőben is folytatódnak. 53 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit az alakarosi fürdő. A 60-as évek elején a település határában talált 96 fokos ásványi anyagokkal dúsan telített termálvíznek köszönhetően hamar óriási népszerűségre tett szert az intézményben és külföldön egyaránt. 1978-ban a település gyógyhelyé és a fürdő gyógyfürdővé nyilvánítása óriási lökést adott az intézmény fejlődésének, így nem véletlen, hogy 2018-ban az ország második legjobb fürdőjének választották a Karosi komplexumot. Az elmúlt 40 évben azért jelentősen fejlődött a fürdő, és a elkövetkező 7 évben is jelentős fejlesztéseket tervezünk megvalósítani, hiszen az elmúlt héten elfogadták a fürdő 7 éves fejlesztési stratégiáját, és első lépésként meg is kezdtük a 26 éves gyógycentrum és gyógykert felújítását. A mai ünnepségen az is kiderült, hogy Zalakaros egy országos szintű reakciót indított el a fürdők körében azzal, hogy már több évtizede nagy hangsúlyt fektet gyógyászati tevékenységére. A gyógyhelyi és gyógyfürdővé nyilvánításhoz a mai napig komoly kritériumoknak kell megfelelnie az intézményeknek. Egyfajta tudományos megalapozottsággal történik. Ez egy nagyon jó márker, egy nagyon jó jelzés a vendégek számára, egyfajta garancia arra, hogy a víznek a gyógyhatása azokra a tünetekre, azokban a betegségcsoportokban, amire a minősítés elvégzésre került, valóban hat, és valóban igazolt gyógyhatása van. Ez mindenképpen egy bizalomerősítő, és egy nagyon hasznos marketingeszköz is. A gyógyhelyé és gyógyfürdővé minősítés 40. évfordulóján nem csak az alakarosi fürdőben, de a település más pontjain is komoly beruházásokra van esély.
És az Európai Unió külön támogatja és külön pályázati rendszert ír ki a gyógyhelyek fejlesztésére. És így ez a GINOP-os pályázatról van, Zalakaros is ebben pályázat, és jelenleg egy 1,6 milliárdos projekten gondolkodunk, ami alapvetően meghatározza a településnek a gyógyhelyi karakterét. Tehát jól látjuk azt, hogy hatalmas lehetőségek vannak, és ez a cím is kellett ahhoz, hogy ezt az elképesztő fejlődést megtehessük. Dr. Schiffer Rózsa kormány megbízott köszöntőjében kiemelte, hogy Zala megye és Zalakaros is fontos résztvevője a kormány által meghirdetett a turisztikai szemléletváltást fejlesztést szolgáló nemzeti turizmusfejlesztési stratégiának. Természeti adottságaink, az itt lévő gyógyfürdők és üdülőhelyek lehetővé teszik, hogy a turizmus egyik célpontja legyen Zala megye. Ennek a stratégiának egyik fontos eleme Zalakaros, a zalakarosi fürdő és az itt megvalósuló fejlesztések is. Zalakarost nem csak Magyarországon, külföldön is egyre többen ismerik, egy kiváló szabadidő eltöltésre és gyógyulásra alkalmas üdülőhely. Az ünnepség végén Ciráki László, a zalakarosi fürdő vezérigazgatója azt is bejelentette, hogy 2019-et az egészség évének nyilvánítják az intézményben. Ennek keretében pedig jövőre még több gyógyászati programot szerveznek majd. A kezdeményezést szeretnék országos szintre is kiterjeszteni. Most nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Adomány. 10 család karácsonyát teszi szebbé a Kanizsa Turizmusáért Egyesület ajándéka. Királyi kórus. Összekovácsolta a szepetnekieket a karácsonyi koncert. Falatnyi szeretet. Csütörtökig tart az egyik bevásárlócentrum és az ottani kisállatszaküzlet akciója, melyben a menhelynek gyűjtenek. 10 rászoruló család karácsonyát tette szebbé a Kanizsa Turizmusáért Egyesület. A Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ által kiválasztottak élelmiszert, gyümölcsöt és szaloncukrot kaptak az Egyesülettől. A jótékonysági akciót tavaly szervezték meg először. Jelképesen adott át ajándékcsomagot a Kanizsa Turizmusáért Egyesület a Nagykanizsai Család és Gyermekjóléti Központ vezetőjének. Az Egyesület tavaly kezdte a karácsonyi adományozást. Jó volt a visszhangja, gondoltuk, akkor megpróbáljuk ide, és lehet, hogy megpróbáljuk hagyományt teremteni ebből, ezért csináljuk most az idén is már újra. A jótékonysági akciónak köszönhetően idén is 10 rászoruló család karácsonyát tették boldogabbá. Ezek a csomagok hideg élelmiszert, gyümölcsöt és szaloncukrot tartalmaznak, és hát ezáltal megszépítik, boldogabbá teszik nekik a karácsonyt. És mi az intézmény nevében is, a saját magam nevében is nagyon szépen köszönöm az Egyesületnek ezt az önzetlen segítséget. Az Egyesület jövőre is szeretné folytatni jótékonysági akcióját. Karácsonyi ajándékvásárt tartottak vasárnap a Kiskanizsai templomban. A Caritas csoport 6. alkalommal szervezte meg ünnepi bőrzéjét, melyen kézzel készített díszeket kínáltak. A befolyt összegből rászorulókat támogatnak a szervezet aktivistái. Minden hozott anyagból készül, úgy szoktuk mondani, és mindig, amit csak lehet, a legolcsóbban. Ez tobozból, fahéjból, tollból, fenyőágból, dióból, szőlővenyigéből, amit csak el tud képzelni, amit fel tudunk használni, mindent alkalmazunk. Karácsonyváró volt a hétvégén a Szivárvány egymiben. A gyerekek közös tánccal indították a napot, majd az Eszteregnyei Citera zenekar előadását hallgathatták meg. A program végén tartott kézműves foglalkozáson pedig karácsonyi díszeket is készítettek. A rendezvényt a Nagykanizsai Katolikus Caritas pályázati támogatással szervezte meg. Ez az iskolai program úgy született meg, hogy volt lehetőségünk, hogy hol, milyen intézményben tartsuk meg, de mi úgy gondoltuk, hogy ezek a gyerekek azok, akik nem elég szeretetet, nem igazán kapnak olyan figyelmet és szeretetet, mint amire őnekik szükségük van. És így döntöttünk, hogy őket választottuk erre a programra. És most úgy érzem, hogy jól tettük. Köszönöm.
Karácsonyi gálaműsort tartott a hétvégén a Svens Balett és Tánciskola. A 20. alkalommal megrendezett eseményen az iskola minden korosztálya színpadra lépett. A hagyományokhoz hűen régi és új koreográfiákat is láthatott a közönség. A tánciskola növendékei idén is mozgalmas évet zártak, sok fellépésük volt és több versenyen is részt vettek, nem csak belföldön, hanem külföldön is. Karácsonyi koncertet adott a Királyi Kórus. A 12. alkalommal megrendezett esemény legfőbb célja Szepetnek lakosainak összekovácsolása. Az esten klasszikus és könnyű zenei darabok, valamint német és horvát nemzetiségi dallamok is felcsendültek. A Ne Felejts Egyesület énekkara nyitotta meg vasárnap a Királyi Karácsonyi Koncertet. A rendezvényt 2007-ben rendezték meg először, az esemény azóta töretlen népszerűségnek örvend. Ez a karácsonyi várakozásnak egy nagy pillanata. Igazából ezután tudunk készülni a karácsonyra. Igaz, hogy ez nagyon sok munkával jár, de megéri, mert az embereket összekovácsolja, és nagyon sok érdeklődő látogató jön el a faluból, illetve a környező településekről, Nagykanizsáról is. A rendezvényen a Királyi Pál Általános Iskola énekkara és a községben működő művészeti csoportok is felléptek. A koncert mindig bensőséges hangulatú, jelenleg teltházzal működünk már legalább 6. éve, az azt jelenti, hogy legalább 200 fő látogatja meg a rendezvényünket. Nagyon szeretnek idejönni. A koncert után beszélgetés van, még jobban megismerjük egymást, végre tudunk egymással beszélgetni, kibeszélni a gondjainkat, bajainkat. A koncerten klasszikus és könnyű zenei darabokat, valamint német és horvát nemzetiségi dallamokat is hallhatott a közönség. Csütörtökig várják az adományokat a Kanizsa Centrumban a helyi állatmenhely számára. A Falatnyi Szeretet elnevezésű akció szervezői elsősorban száraztápot, konzervet, kutya és macska szalámikat, valamint a kutyák sétáltatásához szükséges felszereléseket várják. Az adományokat pénteken adják át a menhely lakóinak. Falatnyi Szeretet néven indult útjára a hónap elején az az akció, melyben adományokat gyűjtenek a nagykanizsai állatmenhely lakói számára. Fontos az, hogy ez a Kanizsa Centrum és üzletünk szervezésében indult útjára. Úgy gondoltuk, hogy jön a karácsony, és a menhelyen lévő kisállatok is megérdemlik azt, hogy egy kicsit a karácsony meghittségéből, melegéből ők is kapjanak, hogy rájuk is gondoljanak a szeretet ünnepén. Az adománygyűjtés szervezői elsősorban száraztápokat, konzervet, kutya és macska szalámikat, valamint az állatok sétáltatásához szükséges felszereléseket várják. Nagyon örülök, hogy az emberek is ennyire hozzájárulnak az adományozáshoz, a jótékonykodáshoz. Így a szeretet ünnepén látszik, hogy mindenki kicsit nyitottabb az adakozásra, és már 2 bevásárlókocsinyi tápot össze tudtunk gyűjteni az állatmenhely lakóinak. Hát szeretnénk ezt még kibővíteni, szeretnénk, hogyha több érkezne, szeretnénk, hogyha minél több el tudnánk segíteni egy karácsony tájékán az állatmenhelynek. Az adományokat december 20-áig adhatják le a Kanizsa Centrumban működő állateledel szaküzletben. Évzárót tartott a kávéese. A tegnap esti rendezvényen a Kanizsai Vízilabda Egyesület utánpótlás csapatait értékelték az edzők és a vezetők. Az ünnepi vacsora végén a korosztályok legjobbjait is megválasztották a szakvezetők. Gyakorlatilag kivagassuk a mezőnyből, de első helyen áll a Dunántúli bajnokságban. Elégedetten értékelt Balázs László, a kávéese elnöke tegnap este a Honvéd kaszinóban. A tükörterem zsúfolásig megtelt a fiatal vízilabdázókkal, akiknek nagy száma és szép eredményeik is azt igazolják, hogy kiváló szakmai munka folyik Nagykanizsán. Elég könnyű őket bevonzani, nagyon-nagyon sokat számítanak ebben a korban még a szülők, akik nagyon sok múlik azon, hogy ők el tudják-e a gyerekeket hozni a késői edzésre, el tudnak-e jönni értük. Én úgy gondolom, hogy nagyon olyan szülők vannak az egyesületnél, a kisgyerekeknél, akik legmesszebb menőkig támogatják a gyermeküket. Az edzők értékelése után az utánpótlás csapatok mérkőzéseiből, kirándulásaiból álló összefoglalót vetítettek a gyerekeknek. A trénerek javaslatai alapján kupát, illetve oklevelet kaptak a legjobb és legszorgalmasabb fiatalok. Mindenképpen szeretnénk azokat a gyerekeket, akik egész évben, a 2018-as évben januártól decemberig az edzéseknek a nagy részén, a mérkőzések nagy részén részt vettek, tehát a szorgalmukkal kiérdemelték azt, hogy jutalmazottak között szerepeljenek.
de mindenképpen szeretném azokat is kiemelni, akik a korosztályban a legjobbak, tehetségesek, a szorgalmuk is megvan, és ezt hétről hétre a bajnoki mérkőzéseken is bizonyítani tudják. Dénes Sándor polgármester köszöntőjében kiemelte, az idei szezonban mutatott eredmények minden eddigi várakozást felülmúlnak. Ilyen szép eredmények, mint idén vannak, és itt a legkisebbektől, akiket külön szeretettel köszöntök, egészen a felnőtt csapattal bezárólag ilyen szép eredményeink nem voltak még, mint ahogy most vannak. Köszönet a mestereknek, köszönet az edzőknek, köszönet nektek, mert azt tudni kell, hogy munka nélkül nincs eredmény. Az évzáró rendezvényen megválasztották az OB1B-ben jelenleg listavezető csapat legjobbját is. Edzői javaslat alapján a díjat Dobai Gergely nyerte. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Egy hián 20. Bemutatták a Kanizsai Antológia legújabb, 19. kötetét. Elképesztő fejlődés. 40 éve gyógyít az alakarosi víz. Évzáró. A KVSE vezetősége és edzői megválasztották a korosztályok idei legjobbjait. Ez volt a Kanizsa TV híradója december 18-án kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a kanizsatv.hu oldalon. Figyelmüket munkatársaim nevében is köszönöm. Viszontlátásra!